Na sziasztok, sziasztok, kedves emberek, én Forum 12 vagyok, és íme a FIFA 13-as magyar bajnokság a Zalaegerszeggel című sorozatom a következő része, ahol a Pécsel, illetve az Ajkával fogunk játszani. Elnézést kérek az előző rész miatti idegeskedés miatt, de nagyon fel voltam. Ideges, tehát felhozta az agyamat ez a igazságtalanság, úgyhogy nem fogok idegeskedni. Úgyhogy a Pécsel, illetve a Ajkával játszunk. Ja, és még elfelejtettem mondani Imiszkót, tehát hogy láthatjátok majd tőle, azt hiszem mára lesz fent neki az ő saját, az ő szemszögéből úgymond a zetés karrier, úgyhogy majd tőle láthatjátok, ide felkártyázom talán a videóját, vagy hát hogyha nem, nincs fent továbbra sem, akkor majd a leírásban megtaláljátok a Facebookját, de hogyha sikerül felkártyázni, vagy hát sikerül felrakni a videót, akkor mindenképpen felkártyázom nektek, ott látom majd a jobb oldalon, de hogyha még nincs, akkor ennek várni kell. Nos, na, akkor kezdjük, majd a videó végén majd mondani fogok valamit, úgyhogy kezdjük. Jó szórakozást kívánok hozzá, jó szurkolást, úgyhogy ha valaki videóból nézi, úgyhogy még egyszer mondom, jó szórakozást kívánok a videóhoz. Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket innen a Pécsi stadionból. Nem sokára megkezdődik a Magyar Kupa mérkőzés első fordulója, nem mással, mint a Pécs Zalaegerszeg mérkőzés következik innen. Egy NB, egy olyan csapat fogad ugyanúgy egy másikat, amelyik még az NB1-ben tartózkodott, de reméljük, hogy a Zalaegerszeg az NB1-ben is megmutathatja magát, hogy milyen is olyan csapat. Tehát a Pécs az NB1-ben a hatodik helyezett, míg a Zalaegerszeg a második, hiszen az előző mérkőzésen sajnos 1-0-ra kikapott az Ajpályán a Tatabányától a bajnokságban. A mérkőzés játékvezetője Vad 2 István fogja vezetni, segítői Szalai Dániel és Viktor Sanyi Gergő, a tartalék játékvezető meg ezen a mérkőzésen Farkas Tibor. A két csapatkapitány Babati Benjamint és Balogot láthatjuk. Hát szokásos piros bordóban fog játszani a Pécs, fejben viszont az Ete, és meg is ismerkedhetünk majd a két csapat összeállításával, illetve a hazaiak összeállítása, ami nem változott semmit. Fröling, Pöröskei, Városi, Szatmári, úgyhogy a kapuban Dibusz, a védelem tengelyében Nagy, Balog, Lantos, Moh és Horváth, tehát Pöröskei, Fröling, meg mindenki. Az Zalaegerszeget illetően egy helyen volt változtatás, a kapuban Vlaszák helyett Jahics kezd, hiszen nagyon jól játszott Vlaszák, úgyhogy Jahics került be, úgyhogy a kezdőben a szokásos 4-3-3-as, a Pécsnél meg 4-1-2-1-2-es a felállás. Balra-jobbra fog az első félidőben támadni a hazai csapat, jobbról-balról pedig a Zete, a vendégek kezdték az összecsapást, tehát csere, vagy hát nem csere, tehát az összeállításokat illetően csak a Pécsnél nem változott, az Zalaegerszegnél csak egy helyen, a kapuban került be Jahics, azért mert jó kapus egyébként meg kell hagyni, de azért igaz, ritkán játszatják, és azért került be, úgymond a Magyar Liga Kupa mérkőzések sorozatába, és hát a bajnokságban is védett, de lehet, hogy Jahics fog mindvégig a bajnokságban, vagy nehogy Isten, hogyha ezen a idényben kiharcolná a feljutást az Ete, akkor még erősebb kluboktól igazolhatna, mármint kapust, és az első lehetőséget átadtuk az Zalaegerszegre, rögtön megint a mérkőzés elején a 7. perc, most már 8. percben, Gribics volt az, aki kapura ment, de az Zalaegerszegnél nagyon, és hát a pécsieknél nagyon kell figyelniük Fröllék, illetve Pölöskeire. Vitrédi Dávid sérült, úgyhogy ezért nem lehet itt a mai mérkőzésen. Gyurján, Kéri Pavicevic, és a Pavicevic is bent ragadt a kezdőben. Pavicevic azt majdnem kiharcolta, hogy kapura menjen vele, de nem sikerült. A mérkőzés állása 0-0. Már hát eléggé jó, úgymond nem idő, hanem nagyon jó a mérkőzés, hiszen telt ház van. Nagyon sokan kilátogattak erre a Magyar Kupa mérkőzéssel, nem összekeverni a Magyar Liga Kupa mérkőzéssel. Azt nem tudom, hogy így kívülről, hogy az Ete kivel fog játszani a Magyar Liga Kupa mérkőzéssel. Én csak tippelni tudok, hogy lehet, hogy a Kecskeméttel fog játszani, vagy lehet, hogy a Dunaújvárossal is. Az majd kiderül út közben. Meg is szerezte a labdát rögtön Gribics, és támad az Zete, Gyurjánt indíthatja gyönyörűen. Gyurján, vagy az egybe vihette volna, és aztán visszafújja a játékvezető. Igen, visszafújja, és szabadrugást kap a Zete. 26 métertől van a kapudal a labda, Gribics a labda mögött. Gribics! Kapufa! Hát egy kapufával jelezte a vendégeknek,
a vendég, sőt a hazai szurko, a hazaiaknak, hogy így viszony esél, fog, így fog alakulni a papírforma. Közben Puskás Akadémia Balmaz 1-1, tehát egy időben kezdődtek mérkőzések a Győr-Ferencváros, ha jól tudom, de hogyha nem, akkor majd ott közben mondom önöknek az eredményeket, hogyha nem figyelnek oda a jobb felső sarokban lévő eredményekre, hanem csak úgy a meccset nézik önök a tévéképernyő előtt. Úgyhogy igen, egy időben kezdődtek mérkőzések, úgyhogy itt 0-0. Egy szabadrugással veszélyeztetett rögtön az Ete, a Ferencváros Vasas, bocsánat. Tehát egy szabadrugással veszélyeztetett rögtön az Ete. Hát Gribics-től tudni illik, hogy nagyon jól tud végezni szabadrugásokat, meg Babati Benjamin is. Tankfej. Nagyon jó indítás lett volna, de aztán mégis bele a blokkba Tankfej előtt. Az lesz gyanú, Gyurján helyzetben mellé! De ez nem volt les. Hát ezek szerint nem volt les, nem intett az asszisztens. Hát marad a 0-0-as játékállás továbbra is. Frölik, Szatmárit indítja. Szatmári, Máté szerzi meg. Gribicsnek, de aztán Gribics megszerzi, Pavicevic kapta. A széléről indítja a támadást az Etedő, és támadják Pavicevicet. Na nézzük, Pavicevic már a 16-oson belül, szöglet. Szöglet lesz a dologból, mert láthattuk, hogy a asszisztens emeli a zászlót. Na nézzük, Gribics szöglethet. Gribicsnek a szögletei azért nem szoktak beválni, leginkább Gyurjánnak, de ő nem szokott annyira szögleteket elvégezni. Most kapja az előbb említett Gyurján. Itt még egyszer mondom, a szombathelyi haladástól igazoltak le a nyáron. Úgyhogy az első gólja még várhat magára, úgymond a bajnokságban. A Magyar Liga Kupa mérkőzésen nem volt annyira rossz. Egy góllal döntötte el a 3 pont sorsát, úgyhogy első helyen várhatja majd a folytatást. Gyurján még. Gyurján kapta. Lepasszolja Pavicevicnek. Pavicevic Babatit indította, vagy hát neki passzolt volna, de nem jó a passz. Horváth hátra Dibusznak. Egészen kijött a kapujából. Ez nem jó Babatinak. Városi. Moh. 40. perc. Hát egyelőre 0-0. Egymást mérgetik a csapatok. Nem is volt helyzetben a Pécs. Ez majdnem olyan, mint az előző fordulóban, tehát a bajnokságra gondolok. A Tatabánya elleni 1-0-ás vereséghez! És láthattuk az első lehetőséget a Pécs előtt, hát most nagyon komolyan gondolják, hogy a Pécs fogja megnyerni ezt a mai mérkőzést, de ne reménykedjük, hiszen az Ete is olyan játékosokkal áll, akik még NB1-esek voltak. Ilyen például Gyurján, aki a szombathelyi haladástól érkezett, az is NB1-es játékos. De Babati a saját nevelésű játékos, hiszen már 1000 szállal kötődik a klubhoz. Nem hiába a csapatkapitány. Egy perc áldás is rögtön támad az Ete. Nánási. Na Nánási, nézzük be. Beadja vagy lövi? Lövi, Dibusz. Na most azért nagyon kellett védenie. És nem is húzza tovább a mérkőzést. A játékvezető, tehát lefújja az első fél időt, amiben nem született gól. Egy szabadrugással, illetve egy távoli lövéssel próbálkozott mindkét csapat. Tehát 0-0 a jelen mérkőzés állása. Úgyhogy innen jövünk hamarosan a folytatással. Közben a többi eredmények a többi pályáról, Ferencváros, Vasas 1-0, Győri Etó, Cegléd 1-0, Kaposvár, Várda 1-0, Mezőkövesd, Siófok 1-0, Paks, Szigetszent Miklós 1-0, Puskás Akadémia, Balmaz 2-1 és Szombathelyi Radás Tatabánya 1-0. A csapatok már készen állnak a második félidő elkezdéséhez, a hazaiak kezdik az összecsapást. A csere egyik csapatnál sem volt, meglehetősen nem cserélt egyik csapat sem, úgyhogy egyelőre ugyanaz a kezdő 11 van a pályán. Pavicevic helyzetben nem sokkal került el a kaput, és aztán bocsánatot kér a vendégszurkolóktól. Láthatják ott a kapu mögött azok a vendégszurkolók, többi helyen meg a hazaiak. Hát nem kellett azért hosszas adalmasan várni az első fél időben ugyebár a helyzetre, de a második fél időben sem. Frölik. Szatmárit indíthatja, Bugunovics odaér, bedobással jöhetnek a hazaiak. Na nézzük ezt a bedobást. Lehet, hogy cserélni fognak a hazaiak? Egyelőre nem. Városi. Gribics nem tudja megszerezni. Az nagyon jó.
és Jajicsnak kellene érkeznie, meg is kapja a labdát Jajics. Kovács. Szegleti. Akinek fogja lepasszolni Szegleti. Mátéhoz. Az nagyon jó passz. Máté. Babati kapja. Nem, nem esett kéri, nem kapta. Gribics egy távoli lövés, de hát ez nem jó bele a blokkba. És aztán a vendégek jöhetnek bedobással. Nánási végzi el a bedobást. Gribics. Mátéhoz jut a labda! Ott a gól helyzet, Dibu szejti ki! És nincs 11-es. Ezőköves Siófok 1-1 közben a mérkőzés állása. A többi pályán pedig Győri, Eto, Cegléd 2-0. Mezőköves Siófok 1-1. Máté. Máté, Babati kéri. Nem kapja. Máté. Á, nem jó. Horváth. Tankve indult volna meg nagy lendületet, de nem sikerül. Dibusz. 63. perc. Itt a mérkőzés állása továbbra is változatlan gól nélkül, döntetlen. Kaposvár, Várda, tehát Kisvárda 3-1. Itt még 0-0. Aztán visszafújja a játékvezető és szabálytalanság miatt, hogy egy szabadrugást, egy gyorsan elvégzett szabadrugás a Pécsnek. Hát érdekelt lett, nagyon idegesek a hazai szurkolók. Babati szerzi meg a labdát. Indíthatja Gribicset. Indítja Gribicset, ezek szerint nem volt les. Gribics becsapta volna a védőjét. Nem sikerül. Városi, Rácz. Rácz cserezget, Ölöskei. Ah, ez nem jó, Szatmári. Városi, Vesett Városi kapta. Gribics szerzi meg a zsugát. Pavicevic, Babati. Gyurjánt indította volna gyönyörűen, de nem sikerül. Horváth. Rácz. Pölöskei. Gyurján. Tankvejt indíthatja, nem volt kint a labda, meg nem is volt les. Tankvej. Tankvej már be is csapja a védőjét. Babati kéri. Ja, az Gyurján, bocsánat. Gyurján lő, gól! Vezet a Zalaegerszeg a 76. percben. Addig-addig próbálkozott az Ete, hogy végül gólt született. 1-0 tehát a 76. percben. És rögtön kettő, hát még nem cserélni akart volna az Ete, de hát pont amikor belefújt a játékvezető a sípjába, akkor már nem lehetett cserélni. Gyurján jött volna le, és hát jön le, és utána jön Vágó. Nem, bocsánat, Hajdú. Nem Gyurján, bocsánat. De közben nézzük Babati zicserben, és az 11-es kellett volna, hogy legyen. Vagy nem tudom, de nem, Tankvei fog lejönni. Jön fel majd Hajdú, illetve Simon Falvi jön fel Kovács Gergő helyére. 10 perc amik hátra a rendes játékidőből, hát lehet, hogy cserélni fog mindkét együttes! Helyzet volt itt is, meg ott is. Nyújt is a csere tehát. Tankvei, illetve Kovács le, a másik Kovács, Simon Falvi fel. Tehát mindkét Kovács, tehát a Kovács testvérek már. Az egyik Kovács lejött, a másik Kovács meg fel. Az lesz gyanús, nem, ezek szerint nem volt les. Ott a jó keresztbe tett labda, Rácz. Az nagyon jó labda, Városi! Elmegy a kapu mellett keresztbe. Óriási lehetőség maradt ki már megint, de nem az a legerszeg, de nem a Pécs előtt. A 85. perc eseménye volt mindez. Hát lehet, hogy eldőlt ez a meccs a 76. percben, de még van hátra a mérkőzésből, plusz a hosszabbítás. Babati. Babati magát indíthatja. Kettőt is hátra, vagy két embert is. Az nagyon jó. Vagy onnan belőni Babatinak, Dibusz, ott van még a kipattanó. Gribics egy távoli lövés, ismét Dibusz. Hát ez nagyon jó kapus egyelőre, Dibusz, hogyha mondhatnám így ilyen szurkolói akcentussal. Ilyen szurkolói módra. Pölöskei, az eladott labda városi, és Nánási adta el a labdát, és ott az egyenlítés.
A 93. percben Városi Viktor góljával, tehát egyenlít a Pécs. Hát ez hihetetlen, micsoda forgatókönyv. Jajcsnak esélye sem volt védenie. 1-1. Az utolsó pillanatokban egyenlített a hazai csapat. Pavicevic, Gyurján. Pavicevichez vissza. Ez nem jó. És véget vett a játékvezető a mérkőzésnek, de lehet, hogy lesz hosszabbítás, az majd mindjárt kiderül, de hogyha nem lesz, akkor nem folytatjuk tovább a közvetítést, akkor lehet, hogy nem lesz hosszabbítás. Egy-egy a mérkőzés elmásra is lehet, hogy lesz hosszabbítás, de azt majd meglátjuk, úgyhogy hogyha nem lesz hosszabbítás, akkor azt mondom, hogy akkor megmondom a végeredményt, Pécs, Zete, 1-1. Hogyha nem lesz hosszabbítás, akkor megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont látásra, viszont hallásra. Lesz hosszabbítás, úgyhogy nem köszönök el. Ilyet is akkor a 2x15 perces hosszabbítás. Amíg el nem dől, hogy melyik csapat nyeri meg ezt a mai mérkőzést, hiszen 11-esekkel is jól lesznek 11-esek is. Gyurján indult volna meg nagy lendülettel, de lehet, hogy a második, úgymond hosszabbítás második fél idejében dől el a mérkőzés, tehát hogyha Zete meg tudja szerezni a vezetést, tehát a mai mérkőzésen ez is elmegy a kapu előtt keresztbe. Helyzet itt, helyzet ott. Tehát mondták ezt, szokták mondani a kedves szurkolók is. Városi, tehát ő egyenlített ki. Frölék indul meg, Bugonovic rázta le. Tehát ő hamarabb odaért. Gyurján, Kovácshoz passzolva, Babati kéri. Kapja is, Babati visszaadja Kovácsnak. Kovács, vissza Babatihoz, Babati zicser, benne, Dibusz! Hatalmas védés volt tőle. Gyurján fogja ezt elvégezni, tehát 100. perc, bocsánat. Ezőköves Siófok 1-2, tehát ott is hosszabbítás van. Lehet, hogy ez a két mérkőzés az, amelyiken hosszabbításokon dől el a meccs. Bugonovic. De hogyha második fél időben, tehát a hosszabbítás második fél idejében, hogyha Zete győz, akkor mindenképpen tovább jut. És hogyha Ferencvárost vagy a Győrt fogja kapni, az is kiderül majd. De aztán nem kell olyan sokat pihenniük, hiszen majd egy bajnokság, tehát szerda-szombat ritmusban játsszák ezeket a mérkőzéseket. Tehát hétközben Magyar Kupa mérkőzés, szombaton és a hétvégén meg bajnokság. Gribics indul meg közben. Le is rázza az emberét, nem volt szabálytalás a Gyurján helyzetben, és mit hagyott ki Gyurján, te jóságos ég! Közben cserélnek a hazaiak, Grumics érkezik Frölik helyére. Mit hagyott ki Gyurján Bence, te jóságos ég! Na nézzük, Gyurján szöglete. Jó a fejes, de aztán nem jó, Babati, azt nem jó passz. Pedig jó lett volna, ez a szöglet nagyon jól sikerült. Gyurján, egy az egybe, hát megpróbálhatja, nagyon jó. Nagyszerű a beadás, ott a fejes, és gól! Megszerzi a vezetés, és alig hiszem a győzelmet a Zete. 2-1, hát tessék csak nézni. Azt hittem mellé megy, vagy a kapufáról kifelé pattan. Hát ez őrület. 2-1 tehát. A 106. percben tehát. 2-1. A Zetének. És végig az első, az a hosszabbításnak az első félidejének, úgyhogy 2-1 Zette vezetés, tehát egyelőre, úgyhogy meglátjuk a második félidőt, úgymond. És meg is kezdődik a hosszabbítás második félideje. Kihasználja mit három cső lehetőségét a Zete. Hát a nagyon fáradozó, tehát Gyurján jön le, és jön fel Hajdú. Nagyon jól játszott a fiatal támadó, tehát 106. percben, tehát megszerezte a vezetést, és alig ha hiszem a győzelmet a Zete, tehát 2-1-re vezet a Zete, úgyhogy érdemes lenne velünk folytatni ezt a mai mérkőzést, mert hiszen, és hát a közvetítést, hiszen még közvetíteni fogunk egy Zete Ajka meccset is a Mercantil Bank Liga a következő fordulójából. Babati meg tud fordulni, és ez egy gyönyörű labda, az már egy zicser, ott a gólhelyzet, és Dibusz. Dibusznál költ ki a labda. Városi. Majdnem azt hittem, hogy üres területbe mennek a hazaiak. Grumics.
Nincs helyzetben továbbra sem a Pécs, tehát ugyanaz, mint a Lege az első fél időben, nem a hosszabbítás első fél idejében, hanem a teljes mérkőzés első fél idejében. Most sokat támad az Ete, de a második fél időben kiegyenlít a Pécs. Na most szerintük nem ez lesz. Kovács, az nem jó. Tehát hogy a labdabirtoklás nem volt jó, tehát megtartani a labdát nem volt jó. Horváth, a Pölöskei. 116. perc. 4 perc van még hátra. Babatizicserben megint. Babati! Gól! 117. percben eldöntötte a mérkőzést az Ete. 3-1-re vezet az Ete a Pécs ellen. Hát ez hihetetlen micsoda forgatókönyv. 3-1. Kiütés. Babati Benjamin a gólszerző tehát. Ezen a mérkőzésen Babati volt. Babati volt a meccsembere. Én őt választanám a meccsemberének. 118. perc. Még vannak izgalmak. Még innen kiegyenlített vagyok. Nehogy Isten szépítsen az ellenfél. Itt a hazai egy csapat. Máté. Az nem jó. Rácz. Horváth. Grumicshoz passzol, de Bugunovics ért oda hamarabb. Gribics. Kovácsot indíthatja gyönyörűen, de szerintem az nem jó labda. Hát nem. Babati nem tudott fölfejelni. És véget vett Vadkettő István játékvezető a mérkőzésnek. Egy hosszú, de hosszú, rögös hosszabbítás után 3-1-re megveri a Pécset a Zete. Nagyon hosszú mérkőzés volt, én azt hiszem, de azt kell mondanom, hogy a Pécs nagyon jól játszott, de saját kapujába volt, saját kapuja előterébe volt beragadva, úgyhogy csak egy gól, az nem volt elég, hogy kihúzza a mérkőzést a Pécs. Úgyhogy a végeredmény még egyszer, Pécs, Zete, 1-3, én megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Jó napot, hát szépen lassan már jó estét kívánok a kedves tévénézőket innen Ajkáról. Nem sokára megkezdődik a labdarúgó Merkantil Bank Liga 7. fordulójában. Az Ajka Zete mérkőzés következik innen, tehát az Ajka stadionjából. Második helyezett a Zete, mindössze 2 pontnyira van lemaradva az elsőjén álló Nyíregyházától, hiszen az Ajka a 4. helyen áll, először a vendégekkel, tehát a Zete 4 győzelem, 4 döntetlen, 1 veresség, 6-os gólkülönbséggel, 13 ponttal a második. Az FC Ajka pedig 3 győzelem, 2 döntetlen, meg 1 veresség, 2-es gólkülönbséggel, 14. Tehát ők meg 2 pontnyira vannak lemaradva a második helyzet Zetétől, illetve a harmadik helyzet Szolnoki Mávtól. Közben láthatjuk az MB2-es tabellát, amiben az Nyíregyháza vette, de hát a Nyíregyháza vette meg a vezetést, szerezte meg a vezetést. Én a hazai a kezdő 11-e Tulipán védi a kaput, és egy nagyon ismerős név, Pál, aki még az előző szezonban még a Zetét irányította. Elhatotta a vendégek összeállítás, ami nem változott semmit a hétközi Magyar Kupa 1-0 3-1-es győzelmet követően. Jajics, Nánási, Gribics, Bugunovics, Szegleti, Kovács, Máté, Tankvej, Gyurján, Babati, illetve Pavicevic. Fábián Mihályt láthatjuk, ő a játékvezető, és akkor el is indult a mérkőzés. Fehérben látható a vendég Zete, szokásos piros mezében pedig az Ajka, és a hazaiak, esetleg a vendégek kezdték az összecsapást, és már rögtön támadnak. Pavicevic, elnézésüket kérjük, de nincsen eredményjelző, valamiért bedöglött, úgyhogy ezt nézzék el nekünk. Bugunovics, Szegleti, Kovács. Indítatja Babatit. Babati. Legalább láthatják a kedves nézők, hogy kinél van a labda. Legalább nem kell nézni le, hogy kinél van a labda, hanem ebből kiírjuk önöknek. Tankvej. Nem jó. De Babati. Babati egy távoli lövés, és ott a vezető gól! A mérkőzés elején, a 8. percben Babati Benjamin a gólszerző. Rögtön a mérkőzés elején megszerzi a vezetést az Ete. Hát az őrület, hogy milyen mérkőzés ez. Hát alig kezdődött el a mérkőzés, és odaajándékoz az Ajka egy gólt. Hát 1-0 az Etének. Érdekes mérkőzés. Tehát nem, ez nem annyira érdekes, de meglepődés. Tehát érdekes mérkőzés.
Júriám, Bobati, az nem jó. Butone, Bugunovics, Kovács, Butone szerzi meg vissza, vagy hát visszaszerzi a labdát. Máté, Gyurján, Babati, találat szerzője tehát. Tankvej nem tudja megtartani a labdát. Szabó, aztán Pákai nem tudja megtartani a labdát. Gyurján, Gribicsöt indította volna, de Tankvej szerzi meg a labdát. Tankvej már a 16-oson belül, az nagyon nagy előnyű szabály volt játékvezető. Gribics, az nem jó. Subumumi. Bottone. Bottone. Gribics. Máté. Szegletti szerzi meg, de Nánási hoz jut a labda, aztán nem is veszíti Nánási. Szabó. Nagyon nagy helyzetbe került a hazai csapat. Jahics. Kis dobja. Nánásinak. Bugunovics helyett. Gribics. Nem is tartja meg Gribics. Szabó. Skipre helyzetben! És ott az egyenlítő gól. A 22. percben egyenlít az Ajka. Jeics volt határozatlan a kapuból kimenet. Tehát a kapuból kimenetőt. Nem, kimenetelé. Kimenete. Nagy egy. Kimenetelekor. Tehát egy-egy a mérkőzés állása. Gyurján meg tud fordulni, és ez egy nagyon gyönyörű labda Pavicevicnek. Pavicevic legurítja, hát ez nem jó. Hát ez meg kinek akarta? Babati, Pavicevic, Gyurján. Gyurján egy pa... és kapufa! Kapufa! Szabó. Botton. Szabóhoz vissza. Mihalec. Szegleti, Máté, Rivics, Babati, Tankvej, Skripia, hoz. Tankvej szerezte meg a labdát, de nem tudtak senkinek se lepasszolni. Máté, Tankvej, Pavicevic, na kinek passzolja? Gyuriánnak. Gyurián, Pavicevic, Rivics, Babati, Baba tizicerben, már a 16-oson belül, nem is lőtte el. Hát ezt hogy nem lehetett belőni? Bedobásra jött az Ete, Kovács. Ebben egy időben kezdődtek mérkőzések, Balmazújváros Cegléd 1-0 a Ceglédnek. Meg 1-1. Tankvej. Kovács. Előnyszabály. Aztán szabadrugást kap az Ajka, de nem volt szerintem vissza-vissza oda-oda. Hát amikor volt az előnyszabály, akkor már kint volt rúgva a labda, de nem értem, hogy minek kellett visszamenni a kapuba. Mindegy. Gyurján. Gyurján becsalja a csát, már a 16-oson belül le kell lőnie, elmegy a kapu előtt keresztbe. Hihetetlen mennyi helyzet maradt ki az Etének. Tiszta helyzetbe kellett lőnie Gyurjánnak, és nem lőtte el. De előtte, de nem kapuba ment. Tulipán. Szegleti. Kovács. Gyurján. Nánási. Pavicevic szerzi meg a labdát. És hát ő nem szerzi meg, hanem ő passzoltak. Pavicevic, hát ez nem jó. Pákai. Sopron Vasas 1-0, tehát a Sopronnak, Tankvej, Pavicevic, akinek passzolja Gyurjánnak, nincs lövés, most a lövés, és aztán Tulipánba. De Babati Zicserben megint gól! A 45. percben, ugyanúgy, mint a mérkőzés elején, Babati szerzi meg a vezetést ugyangyőzetének, és ugyanúgy Babati a gólszerző. 2-1. Érdekes forgatókönyv. Hát tetszenek csak nézni, 16-oson kívülről vagy belül senkitől sem zavartatva lő. Hát nem látott a Tulipán. 2-1 tehát a 45. percben. A Babati Benjamin a gólszerző. Tankvej. Balmazújváros Cegléd 1-1, itt meg 2-1. Pavicevic nem tudja megtartani. Kovács.
tank vagy, nem jó. Skipre. Tank vagy szerzi meg a labdát. Babati az. És nem is hosszabbít tovább a játékozatot, lefújja az első mérkő, az első fél időt. 2-1-re vezet a Zete a Zajka otthonában. Nagyon jó mérkőzés, hiszen a 7. percben szerezte meg a vezetést a Zete, de utána a 21. percben meg egyenlített a Zajka, de utána a 45. percben megszerezte ugyanúgy a vezetést a Zete. Úgyhogy a fél időben 2-1 a Zetének, innen jövünk hamarosan a folytatással. A csapatok már készen állnak a második fél idő elkezdéséhez, tehát meg is kezdődik a mérkőzés. 2-1-re vezet a Zete. Elnézést kérek, most már összekeverem itt a dolgokat, tehát az Ajka ellen. Hát eléggé meglepő, hogy olyan mezők van a hazaiaknak, mint a Pécsnek. Tehát ezért lehet összekeverni néha. Na, szabadrugást kap az Ete. Gyúrjám. Hát ez gyorsan elvégzek szabadrugást, tehát nem kell annyira... Hát nincs közel a kaputól a labda, úgyhogy nem is kell olyan sokáig várni. Na, Pavicevic. Befelé cselez, ott a gólhelyzet, Tulipán véd! De nem szabadít fel továbbra sem a kapu, de csak kivágják onnan a védők, de nem jut messzire a labda. Gyurján, nem tudta megtartani a labdát. Suvum, nagyon jó labdaszerzés. Egy lövés Tankvejtől! Fölé! A mellé fölé. Tulipán hozhatja a játékba a labdát. Szegleti, az hogy nem jó. Button. Mihalec. Nánási. Krivics. Tankvej. Az nem jó. Nagyon jó labdaszerzés Tankvejtől. Gyurján. Majdnem kapura ment. Most hát nem, majdnem gól lett. Közben cseréljenek a hazaiak, Sípos jön fel Szabó helyére. Sajhatják a kedves tévénézők, hogy fújjonnak bizony a hazaiak, hazai szurkolók. Nem értik, hogy miért neki kellett lemennie. Máté Gyurján. Tankvej. Babati. Eddig mester 2-est szerzett. Gyurján. Tulipán. Ez ott van még! Mellé. Tankfej előtt adódott lehetőség, de szögletre mentettek a védők, úgyhogy szöglet lesz a dologból. Gyurján szöglete a 63. percben. Az nagyon jó fejes, de hát nem megy annyira kapura. Azért megnézhetjük még egyszer. Nagyon jó szöglet volt, de hát ez fölé. Úgyhogy marad a 2-1. Tulipán. Neki talál meg a labda, Nánásit. És hát ő fejelte föl, de utána, tehát ott a Babatti. De hát nem ő, nem Nánási vitte ki. Úgyhogy az ellenfél. Tankvej nem tudja megtartani a labdát. Pákai, de aztán Tankvej még egyszer meg tudja. Nem tud tovább menni vele. Mármint Tankvej. Suhum, Kovács. Vissza Sumnihoz, Skripa, Butome, Nánási, Máté, Tankvejt indíthatja gyönyörűen, Tankvej, becsapja a védőit, tizatosom, hát ezt már elvesztette, de Tankvej visszaszerzi. Ellövés Gribicstől, kapufa! Elképesztő lövés volt ez a Zetétől. Botton indul meg, hát nem is támadják. Jahicsjön ki a kapujából, üres a kapu. De hál' Istennek, hamarabb bentettek a védők, mint hogy beleértek volna a labdába. Na, a 2-1. Mihalec. Máté. Szerzi meg. Gribics. Az nem jó. Fodor. Kovács. Vissza Fodorhoz. Sípos. Gribics. Gyurján.
Ez nem jó. Pákai. Máté csúsz be. Nagyon jó a becsúszás. Babatihoz. Kovács. Gribics. Most nagyon jól játszik az Ete. Gribics helyzetben 3-1. A 81. percben eldől a mérkőzés. 3-1-re vezet az Ete. Gribics a gólszerző. Hármat fog cserélni az Ete. Hajdú, illetve Simon Falvi érkezik. Máté, Gyurján, illetve Pavicevic helyére, tehát Hajdú, Kovács, illetve Simon Falvi. Gyurján nagyon jól játszott az egész mérkőzésen, tehát nagyon próbálkozott egy bombagolt szerezni. Azt a Tankvay szerzi meg rögtön a kezdő a sípszó után. Simon Falvi. Na nézzük, kinek fog passzolni. Babatinak. Balti Zitzerben és Tulipán véd. Na nézzük a következő Zete szögletet. Szegleti végzi el, tehát. Bogunovic helye, de az nem sikerül. Kovács, az nem jó. Ez nem jó lövés volt. Csak még éppen, hogy elszorgott a kapu mellett. Na nézzük, Tulipán. Szegleti feljeli föl. Tankfej, szabadrugás azért, visszafújja a játékvezető. Na nézzük, hogy vagy kapura fogja ezt tűzni Szegleti, vagy lepasszolja. Lepasszolja inkább Hajdú, Simon Falvi, Gribics. Simon Falvi, ez nem jó. Elkerülte a kaput, nem is akár ugyan. 87. perc. Tulipán, már 3-1-re vezet az Ete. Hátrányból fordítani tudott, ez nem meglepő. Szegleti. Hajdú. Hajdú. Gribics. Tankfej. Babati. Lepasszolja Gribicsnek. Megint Zitzerben. Babati! Ott a Mester 3-as! Babati Mester 3-at szerzett! 4-1 a Zalaegerszegnek. Hihetetlen micsoda forgatókönyv, elképesztő. Az első fél időben még 1-1 volt, és hát 1-0-ra vezetett, utána 1-1 volt, és utána fordítani tudott az Ete. Hajdú, nem jó. 4-1 tehát az Etének. Ő, óriási. Hey, de jó. Gribics, Bogunovic, Szabó, Subumnumi. Gribics, azt hiszem 1 percet hosszabbított a játékvezető. És nem is húzza tovább a játékvezető. 4-1-re megnyeri a mérkőzést a Zalaegerszeg, érdemesen, nagyon jól játszott egész mérkőzésen, tehát mindvégig akarta ezt a győzelmet, hiszen egy nagyon rossz szériában volt. Úgyhogy én megköszönöm önöknek a figyelmet. Én egy nagyon szép dallal szeretnék önöknek búcsúzni. Én megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Nos, én megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, kedves emberek, hogyha tetszett ez a videó, remélem tetszett nektek, igaz, hosszú lett, mert ez a hosszabbításos dolog, de remélem nem fog letiltani a YouTube, mert az Etének az indulóját használtam fel. Na mindegy, hát mit akartam mondani a videó elején? Valamit akartam. Ja igen, szóval, meg is nézzük, hogy mikor játszunk a Csaba ellen, tehát ezt a Szigetszert Miklós, a Kecskemét, tehát az a következő részekben lesz a Kecskemét ellen, a Szigetszert Miklós ellen, utána Kozár Misleny és Békés Csaba, úgyhogy majd a következő, tehát a nem tudom, hanyadik rész ez, tehát a 30 vagy 31. részben a Békés Csaba ellen játszunk. Naimi, remélem nézel ezt a videót is, biztos várod már ezt a mérkőzést, én szívem szerint nagyon várom, úgyhogy bízok benne, hogy megverjük Békés Csabát. Igaz, csabai szurkoló vagyok, de hihetetlen. Na mindegy. Szóval még szeptember 28-a van a játékban. Na mindegy, azzal ne foglalkozunk, tehát a Szigetszert Miklós, illetve a Kecskemét. Utána Kozár Mislány, Békés Csaba. Úgyhogy innen fogjuk folytatni legközelebb.
Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Furom 12 voltam a továbbra is. Hajrá Zete, hajrá Kékfehérek, hajrá Csaba, hajrá Lilák. Sziasztok!